Sziasztok! No hát, ez a régen várt Tiltátok epizód. Mivel tényleg rengeteg ötlet érkezett be, sőt, még képregény is, ezért sorsolással választottuk ki az 5 történetet. Az összes beérkezett ötletnek adtunk egy számot, majd azokból húztunk. Az így kiválasztott 5 történetet pedig megcsináltuk Lego filmbe. De ne húzzuk az időt, lássuk a filmeket! Azt a Samu! Milyen király már egy saját limonádéstand! Most aztán feléltél a csúcsra! Ne poénkodj már! Tök gáz ez! Csak a képviselő úr így akar betörni az italbizniszbe! Képviselő limonádé! Yeah! Jobb, mint a mosólé! Szerintem tök jó rekláma van! De az íze tök rossz! Mondjuk teletoltam cukorral, úgy hát ha elviszik! De Samu, az nem is cukor, hanem élesztő! Rosszabb tőle tuti nem lesz, max életre kell! Élesztő, életre kell, érted? Azt hiszem, ez már megtörtént. Basszus, most mit fogok mondani a képviselőnek? Az, hogy lába kelt a limonádénak. Gyorsan, gyerünk Bödön professzorhoz! Szóval ezt a sétáló limonádét kellene lelőni. Legjobb lenne, ha lelőnétek az alkoholizátor puskámmal, ami mindent átalakít citromos sörré. Nem igazán értem ezt, Samon, hogy tudna segíteni? Ne akadékoskodj! Gyere inkább, le kell lőnünk egy kancsó limonádét! Limonádé, cici, limonádé, cici. Samu, szerintem nem ez a legjobb módja a limonádé előcsalására. Nézd, ott van! Ez az, Bob, sikerült! No hát, Samu, szünetet tartunk! Úgy tűnik egyedül maradtam 3 kancsó citromos sörrel. Most mit is tudnék tenni? Megvan! Buli! Maga ki? Egy vampír vagyok, és meg tudom állítani az időt. Úristen, ezt a képességet milyen gonoszságra használhatja fel vampír úr? Hát erre. Meghaltál. Mi? Igen, én is vámpír vagyok. Az nem lehet. És most csatázzunk. Ne, a nap fel kell. Meghalunk. Sziasztok, gyerekek! Az igazgató engem kért fel, hogy legyek helyettesítő tanár. Muszáj ez! Persze, Bob! Folytasd! Kardos tanár úr lebetegedett, és ma én tanítom a történelmet. A második világháborúról lesz szó. Mondja! Szóval a szövetségesek és a németek már 1939-ben a háború előtt is... Jaj, Bob! Biztos ilyen unalmas órát akarsz tartani? Samu, te mit keresel itt? YouTube közönség találkozót tartok, ugye, srácok? Igen! Nem már, Samu! Ez az epizód a háborúról fog szólni. Akkor gyilkoljuk meg Hitlert Bödön professzor időgépével. Nem lesz ilyen! Vagyis... Hitler! Na jó, öljük meg azt a bajszost! Hé, bajszos! Ezt azért kapod, mert vegetáriánus vagy! Mi? Nem a háborús bűnei miatt lőttük le? Milyen háborús bűnök? Amúgy meg éljen Sztálin elvtárs! Milyen igaz, Samu elvtárs! Yeah.
Mit csinálsz, Bob? Milyen csalódtam abban a takarítórobotban, ezért építek egy sajátot. Egy saját takarítórobotot? Dehogy, figyelj! Egészségügyi dolgozók azok, akiknek feltétlenül kell a maszkot viselni. Azt a Bob, ritkán mondok ilyet, de... Igen? Ezt a robotot másoknak is meg kell ismerniük. Emberek, hallgassátok Bob robotját, a Cilibotot! Elég nagy a káosz. Azt az az öregasszony hangja a tévéből. Biztos fontos, hallgassuk! Szeretném leszögezni, amint az imént is mondtam. Az egészségügyi dolgozók azok... Úristen, Samu, sikerem van! Valóban sikere van, Mr. Pope. Ilyen ovációt utoljára 1963-ban láttam. Szent John Lennon, ez Paul McCartney és Ringo Starr a Beatlesből. Igen, azok vagyunk. Kusmár, Ringo! Éppen az Abbey Roadra mentünk a sárga tengő alatt járóval, de láttuk a robotodat, és szeretnénk megvenni, hogy promózza a régi zenéinket. Ja, ez így van, Paul. Kusmár, Ringo! Mit szólsz, Bob? Hát, nem is tudom. Mondj igen! Hey, Beatles bagás! Szálljatok le arról a robotról! Mert ezt mi visszük el? Ez Brian May és Roger Taylor a Queenből. A mi zenénket fogja promózni az a robot. Ne, Bob! A robotot nekünk add oda! Ezt a vitát csak egy bandacsatába tudnánk lelendezni! Epikus bandacsata! Oké, Bob. Te leszel nálunk a basszusgitáros? Akkor Samu... Kossaj, Ringo! Samu nálunk lesz gitáros! De a YouTube nem fogja letiltani a videót, ha copyrightos zenét játszunk! Mindegy! Kezdjünk neki! Hát, úgy tűnik döntetlen. De ez a közös zenélés rohadt jó volt. Mi lenne, ha kibékülnénk és elmennénk a Mekibe kajálni? Ez tök jó ötlet. Ja, mi is benne vagyunk. Mi az a kiabálás? A robot tönkrement a zenétől. Bob, minek tette a Cilibotra gépfegyvert? Jó ötletnek tűnt. Gyorsan, Brian, a kinetikus képességeiddel lőd ki a Cilibotot üzemelő műholdat. Brian, mély erő! Úgy tűnik, a klasszikus rock ismét megmentette a világot. Kussolj már, Ringo! Samu, most már elállulod, hova megyünk? Na jó, Bob. Mondtad, hogy izgalmas tartalom kell a csatornámra. Hát az alvos live videóid elég unalmasak. Ezért sikerült felvennem a kapcsolatot egy vámpírral. Micsoda? Samu, ezeket a gázruhákat muszáj viselnünk. Úgy teszünk, mint a vámpírok lennénk. A vámpírok így néznek ki. Nem láttad az alkonyatot? Ó, Samu vámpír és haverja, legyetek üdvözölve! Jó napot! De miért van rajtatok olyan lüke öltözet, mint Marty McFly-on a Vissza a jövőbe 3-ban? Mert vámpírok vagyunk! Ízléstelen vámpírok! Hát nem látta az alkonyatot? Csak a második részét, de jöjjenek, éppen vérivást tartunk, aztán fekszünk a koporsunkba! Remek programnak ígérkezik! De Samu, ez full undorító! Én nem iszok vért, az biztos! Na, fincsi vér, ugye? Azt hiszem, rosszul vagyok. Ti nem isztok? Mi vegák vagyunk. Vega vámpírok. Inkább aludnánk a koporsunkba. Ez tök kényelmetlen, és miért alszunk egy koporsóba ketten? Te mondtad, hogy félsz egyedül. Srácok, ti biztos nem emberek vagytok? Ezt hogy érted? Nem isztok vért, nem alszotok a koporsóba, és ver a szívetek. Basszus, Samu, rájött! Vacsora idő van. Mi történt, Samu? Azt álmodtam, hogy csináltunk egy Ti írtátok epizódot, ahol megtámadott egy vámpír. De Samu, a Ti írtátok epizód most ért véget. Micsoda? Köszönjük a beküldött történeteket, sajnáljuk, hogy nem tudtunk mindent feldolgozni, pedig egytől egyig zseniális az összes. És reméljük tetszett ez az epizód, legalább annyira, hogy lájkoljátok ezt a videót és feliratkoztok a csatornára. Sziasztok! Sziasztok!